Nem tudom, éreztétek-e már azt, hogy elvesztettünk valamit. De úgy nagyon. Ennek több oka lehet. Talán a világ, talán ez az egész élet, amiben most így az elmúlt 20 évben így belecsöppentünk. De valami nagyon elveszett, és ezt szerintem meg kéne keresni, hogy mi lehet az. Nemrég beszélgettem Lacival, ő egy nagyon jó barátom. Annak ellenére, hogy még nem találkoztunk soha személyesen. Viszont annyira, és nem félreérteni, mert nem erről szól az egész történet, de annyira egy húron pendülünk, hogy az valami hihetetlen. Tehát ritkán beszélünk ugyan, de akkor azok nagyon mélyek. Na, és pont vele fogalmaztuk meg ezt a dolgot, vagyis hát én kezdtem el. A lényeg az, hogy elfelejtettük megélni a dolgokat. Tehát, de mindent. És egy nagyon egyszerű dolgot hozok nektek. Biztos megvan az a gyermeki rajongás, hogy kapsz valami ajándékot, és hihetetlenül rá vagy pörögve, egyszerűen így alig várod, hogy leszabd róla a csomagolást, vagy csak szimplán kibonst, kapkodsz. Igazából még azt se tudod pontosan mi az, csak ugye a dobozán rajt van, már biztos hallottál róla, stb. És így kibontod, megszagolod, érted? Megszagolod, így kézbe veszed, megérinted, közben dúl benned az adrenalin, főleg ha ez egy komolyabb használati tárgy, nem úgy, mint mondjuk egy ilyen bögre, és egyszerűen ízlelgeted, tehát így folyamatosan nézed, fedezed fel a különböző aprócska részleteket, és nézed a feliratot rajta, a kidolgozást, talán még a hibákat is keresed, hogy mi az, ami esetleg nem tetszik. Egyébként az, ami nem tetszik általában, az teszi különlegessé azt az adott dolgot, és ezt szerintem elvesztettük. Egész egyszerűen, amikor veszünk vagy kapunk valamit, akkor azt csak így fogjuk, oda basszuk az asztalra, fogunk egy szikét. Ezt is különben szerintem a YouTube-ról láttuk, hogy a szikét azzal kell kibontani, erre ilyen különböző taktikák vannak, valaki karambittal bontja ki, valaki láncfűrésszel, ez katasztrofális, de tényleg, mint ettől olyan kurva egyedi lennél. Kibontod, kikapod, bedugod, bekapcsolod, és gyakorlatilag fél óra múlva az egész az természetes. Így beivódik, és vége. Utána már csak az van, hogy ott van. Kész. Ha kell, fogom, felveszem, vissza. Ez nagy baj. Főleg a gyerekeknél látom egyébként ezt a problémát, mert mi, akik még így... Hogy mondjam? Hetekig, hónapokig gyűjtöttük a pénzt egy kazettára, egy CD-re, ott is kibontottuk a CD-t, néztük a borítóját, néztük a belső oldalt, mennyire karcos a tokja, az illat, ami egy CD-nek volt, vagy egy kazettának. Hát a bakelitről nem is beszélve, tehát az egy külön szánsz volt. És akkor emlékszem, amikor így beraktuk először a CD-játszóba, így még az elején még csak így meg se nyomtuk, meg se mertük nyomni a tálcát, hanem rendesen az Open Go-ból azzal toltuk be, és akkor egyszerűen megszólalt a hifinés. Hát CD-t már nem hallgatunk, ugye? Nem a fasznak. Borító már nincs. A grafikusoknak felkapott az álla. És az a legrosszabb az egészben, hogy én is ezt tapasztalom magamon. És meséltem is két nagyon durva dolgot, ezt most nem fogom elmondani különben, hogy az ember a rajongásának a tárgyát azt hogyan tudja egy pillanat alatt így eliminálni. Tehát, hogy amire nagyon vágytál évekig, így évekig, mert nem, tényleg nem volt rá pénzed. Tehát olyan drága volt az a dolog, hogy nem volt még kereseted, másra kellett a zseton, stb. És amikor ott volt előtted, akkor még gyakorlatilag le se szartad. Mert már így elment mellette az élet. Bár nem volt az fontos. Te emlékszem, amikor kaptam egy legót, nagyon ritkán, de tényleg általában ilyen kis készleteket, és
És valahol ezt kellene a gyerekeknek is visszahozni, hogy nem minden nap csinálni nekik csimbum cirkuszt, minden játékot megvenni, mert mindenki azt hiszi, hogy az a játék, ami készen van, az kurva jó. Hát nem kurva jó. Sőt, szerintem a legrosszabb. Emlékszem, amikor Bilickével játszottunk, hát nem egy túl bonyolult dolog. De kell hozzá ügyesség, hogy ezt eltaláld. És még számtalan ilyen dolog. Nem azt mondom, hogy most Bilickét kell gyártani, de ne félre ne ést. De amikor jön egy új termék, mert ez most ki lesz takarva, tehát ezt most nem fogod látni, mert próbálom kimaszkolni. Nem azt mondom, hogy most rajongásig kell szeretni ezt a dobozt. De amikor kibontod, már akkor itt szoktak lenni dolgok, hogy úristen. Hozzáteszem, soha büdös életben nem fogod tudni így visszarakni. És akkor így elkezded kivenni belőle a dolgokat. Nagyon óvatosan. Miért van ez leszerelve például? És amikor így kiveszed, gyere ki, utána így fogod, és ugyan érzed az offset nyomdának az illatát. Tehát, hogy előveszed a használatit. A használatiknak szokott egyébként egy ilyen speciális illata lenni, főleg, hogyha nem ezt az újrahasznosított papírt használják. Volt egy haverom. Ő minden dobozt elrakott, de tényleg minden dobozt, dobozba benne a használat, stb. Volt olyan alkatrész, ami még a dobozban benne is maradt. Elfelejtette kivenni, soha nem használta. De valahol ezt a dolgot vissza kéne hozni, hogy egy kicsit így megéljük azt, hogy az mi. Esetleg mögéje nézni egy kicsit, hogy mi lehet ott a gondolat, amikor ezt így elhozzák. Tehát amikor megnézel egy régi Bang & Olufsen távirányítót, vagy egy Bang & Olufsen TV-t, egy erősítőt, tehát azon azért úgy látszott, hogy fogták, építettek egy vázat, raktak rá fából berakásokat, szálhúzott alumínium, tehát 70-es, 80-as évekről beszélünk, olyan minőségi cuccok voltak, hogy vége. Jó, oké, hát a hang az nem mindig volt a toppon, mert az nem mindig sikerült. De emlékszem, amikor került hozzám egy Akai HX2-es deck, tehát a Videoton hifi toronyból ugye ez az Akai. Hát az is, tehát ahogyan így megnyomtad azokat a kapcsolókat, és így ment, tehát gyerekek. Egy picikét, ha már elköltöttél egy csomó pénzt, egy picit úgy próbáld megélni, próbáld. És nem azt mondom, hogy tisztelni, mert mégiscsak egy tárgy, hát azért nem arról van szó, elment a fókusz. De a gumis vezeték... De a gumis vezetéknek is van egyfajta illata. És most nem azokra a tipikus kínai gépekre gondolok, ez egy tipikus kínai szaggal. Tehát nem arról van szó. Ez nem az. Amikor csinálsz egy terméket, most legyen az mindegy, hogy laminált vagy tömörfa, de viszel bele valami rafkót. Valami olyat, ami belőled jön. Tehát nem az van, hogy fogod, megtervezed, összeszereled, összecsavarozod, elviszed, beépíted, hanem így menet közben így bejön egy ilyen kis icike-picike kis izé, hogy ez a csávó, ez jó fej. Rakjunk be neki valami plusz. Nem baj, ha nem fizeti ki, le van szarva, de csak úgy érezze, hogy valami van benne. Egy picivel több. Egy icipicivel. És már egy kicsit tettél azért, hogy még tovább fennmaradjál. Mert azért ezekben a kézműves szakmákban azért egy picikét, ha nem nagyon, ott van az a dolog, hogy hagyunk valamit magunk után. És ez a legszebb az egészben. Hogy majd lesz valaki, aki kiszúrja azt, hogy az a komód, az nem olyan, mint ami a barátoméknál van. Az nem olyan, mint ami a
játszótársaméknál van. Hanem ez úgy más. Tehát komód, de valami van benne. És lehet, hogy ez az ember elkezdi ezt kutatni, hogy mi az, amitől az a termék, az a tárgy, az más, az kedvesebb, mert ezek nem ilyen elsőre. Bemész, ha komód, jó, vele van szarva, megyek tovább. És kihúzza a fiókot, megnézi, hogy van esetleg összecinkelve, vagy fakávás a fiók. És lehet, hogy megkérdezi a szüleit, hogy az honnan van? Mióta van meg nekünk? És akkor lehet, hogy azt mondják, hogy hát a születésed után vettük egy picivel, mert kellett valami, hova elrakjuk a sok szarodat. Vagy azt mondják, hogy azt még úgy kaptuk, nagyapádéktól. És lehet, hogy elindul egy ilyen spirál. Egy mesélés. Hogy honnan van, ki volt az, aki készítette, hogy jutottak hozzá, stb. És minden kapcsolatnak a kommunikáció az alapja. És nem mindegy, hogy hogyan indítod ezt a kommunikációt. Ez most csak egy mellékzöngő. De elkezdtek beszélgetni, sokkal közelebb kerültök egymáshoz. Mint emberek. Legyen az gyerek, legyen az felnőtt. És nem csak petyöksz, hanem valós, szemtől szembeni kommunikáció. Sztorizgatások. És ott van mellette a fa. Master Blaster. Éljétek meg a pillanatot. Minden pillanatot éljetek meg. Amikor alkottok, amikor vásároltok, kirándultok, mindig van valami plusz, amitől pluszabb leszel. Master Blaster.